Jó reggelt kívánok, 8 óra van ez a híradó, az M1-en, Székelyáron vagyok. Országszerte is a határon túl is már tegnap megkezdődtek az 1956-os megemlékezések. Budapesten a műegyetemi emlékműnél kezdődtek a programok, ezután hagyományos fákjás menet indult a BEM térre. Ma kinyitja a kapuit az Országház, ahol a Szent Koronát lehet megtekinteni, és ingyenesen látogatható a Terrorháza Múzeum is. A hősök falánál és az új köztemetőben a 301-es parcellánál bárki gyújthat gyertyát. Reggel a kosú téren a nemzeti lobogó felvonásával folytatódnak a programok, Orbán Viktor kormányfő pedig Zolaegerszegen mond beszédet. Az eseményt az M1 élőben közvetíti. A Fideritánsz és a fővárosi Fidesz a korvén közben emlékezett az 56-os eseményekre. Lánk Zsolt, a Fidesz Budapesti elnöke azt mondta: A szabadság a legnagyobb dolog, amit soha nem homályosíthat el a múló idő, és azok emléke sem halványulhat el, akik az életüket adták érte. Olyan fegyveres küzdelem ez, amelynek árát az ukrán emberek tragédiáján túl Európa fizeti meg. Geostratégiai játszma zajlik mérhetetlen áldozatokkal és gazdasági károkkal, aminek csak a megegyezés vethetne véget. Palicson tartotta központi megemlékezését a Vajdasági Magyar Szövetség. 1956 hőseinek éppen azon a helyen állítottak emléket, ahol a forradalom bukása után a terror elől menekülőknek kialakított befogadó központ állt. A szervezők hangsúlyozták, hogy a tört madár nevű emlékmű nem csak a szabadságharc mártírjai előtt tiszteleg, hanem az összetartozást is hirdeti. Több mint 2000 Kárpát-medencei középiskolás és egyetemista vesz részt a Rákóczi Szövetség Gloria Victis 1956-os emlékünnepségén Budapesten a hétvégén. A történelmi vetélkedő döntőjét ma tartják, amikor a legjobb tíz csapat méri majd össze történelem tudását a parlamentben. A Gloria Victis 1956-os emlékünnep célja, hogy a forradalom és szabadságharc emlékét átadja a fiataloknak. Erről a Rákóczi Szövetség elnöke beszélt az m amikor a, a magyar társadalom egyszerre tudta kimondani, hogy elég volt, és, és hogy szabadságot követel magának, levegőt kér abban az elnyomó zsarnoki rendszerben, ami 1956-ot, illetve az 50-es éveket jelentette, jellemezte. Eddig sosem látott 56-os fotókból készített szabadtéri kiállítást a Magyar Nemzeti Múzeum. Latorcai Csaba államtitkára megnyitón azt mondta, a fotógyűjtemény azoknak az ismert és ismeretlen magyar hősök történeteit meséli el, akik lángra lobbantották az 56-os forradalmat. A kiállítás november 27-ig tekinthető meg a múzeum kertben. Újabb gazdaságélénkítő élénkítő intézkedésekről döntött a kormány. Kiterjesztik a kamatstopot a KKV hitelekre, meghosszabbítják a Széchenyi Kártya programot, és gyármentő program is indul. Mindezt a kormány jelentette be a gazdasági miniszter. A bankadót például gazdaságösztönző módon használnák fel a jövőben, vagyis az a bank, amely csökkentett kamatonat hitelt a cégeknek, kevesebb adót fizethet. A kormány hangsúlyozza, hogy a vállalkozásokat azért kell kiemelten segíteni, mert a szankciós infláció minden területen megdrágította az életet. Elkezdünk gondolkodni azon, hogy a bankadót ne csak fiskális eszközként használjuk, hanem gazdasági ösztönzőként is, és a bankadó részévé tegyük a hitelezési aktivitási kérdéskört. Tehát aki hitelez, az kevesebb bankadót fizet, aki pedig nem hitelez, az többet fizet. Ezt a Bankszövetséggel együtt a jövő héttől elkezdünk dolgozni ezen a programon. A gyármentő program részleteit a külgazdasági és külügyminiszter jelentette be közösségi oldalán. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a cél, hogy a vállalatok és a gyárak működéséhez szükséges energiahatékonysági beruházásokat finanszírozzák. Kiemelte azt is, hogy a vállalatoknak abban kell segíteni, hogy hosszú távon biztosítani tudják az energiaellátásuk fenntarthatóságát, és a működésükhöz szükséges energiaellátás költségeit el tudják viselni hogyha egy vállalat a jobb működéséhez és gazdaságosabb működéséhez szükséges energiaellátási beruházást hajt végre, akkor ezt a beruházást Budapesten 30 os vidéken pedig 45 os támogatás intenzitással tudjuk segíteni. Azok a vállalatok pályázhatnak erre a támogatásra, akik minimum egy 200 millió forintos fejlesztés keretében bővítik az energiaellátási kapacitásukat. Szankciós infláció van egész Európában, így Magyarországon is. Erről Gulyás Gergely beszélt a szombati kormányinfón. A miniszter azt mondta, szankciós felárat kell fizetni az energiáért, ami nem csak a szállítási költségekben, hanem az élelmiszer árakban is megjelenik, ami aztán súlyosan befolyásolja a magyar családokat. Gulyás Gergely azt is mondta, az ástopok fenntartása mellett a kormány most bejelentett vállalkozás segítő csomagjának is az a célja, hogy mérsékelje az inflációt szankciós felárat kell fizetni az energiáért, ami megjelenik nagyon sok költségben, megjelenik a szállítási költségekben, ezáltal megjelenik az élelmiszerárakban, és súlyosan befolyásolja negatív irányba a magyar családok mindennapjait. Éppen ezért a kormány a jegybankkal összehangoltam, felkíván lépni a szankciós infláció ellen, ezért folytatjuk az ástoppokat. Benzin és az élelmiszerástopp stop fenntartásáról korábban döntöttünk, kamat és rezsiástoppot stopot is hirdettünk, hirdettünk, fenntartjuk és ki is terjesztettük a lakossági hitel kamat stopot. Az ukrán elnök szerint az orosz haderő arra készül, hogy felrobbantja a herszoni vízi erőműgátját. Volodymyr Zelensky azt mondta, az oroszok már aláaknázták a létesítményt. Az ukrán elnök szerint a robbantás hatalmas katasztrófát idézne elő, mint egy 18 millió köbméter mennyiségű víz emberek százezreinek lakóhelyét önteni el. Orosz források szerint, ha a gát felrobban, 5 méter magas hullámok keletkezhetnek, és 80 település víz alá kerülne. Az ár elérné Herszon várost is. A megye orosz hatóságai tagadják, hogy aláaknázták a Herszoni novákáhovkai vízi erőmű gátját. Továbbra sem enyhül a migrációs nyomás. Itthon egyetlen nap alatt 1500 bevándorlóval szemben intézkedtek. A legtöbb bevándorlót most is Csongrácsonád megyében tartóztatták fel. Pénteken 8 embercsempész ellen is eljárás indult. A hazai börtönökben minden tizedik rab embercsempész. Annyi bűnözőt fogtak el, hogy csak az embercsempészek négy átlagos magyar börtön létszámát teszik ki. Székkel ütötte cellája ajtaját, majd az ágykerettel el a bejáratot egy román embercsempész a börtönben. A felvételeket a büntetés végrehajtás munkatársai készítették Györmoson Sopron megyében. A büntetését töltő férfi ezután egy törött csempedarabbal fenyegetőzött, de elfogták és hatástalanították. A magyar börtönökben a fogvatartottaknak több mint 10%-a embercsempész. Már csak nem 2500 ilyen bűnöző tartanak fogva a hazai börtönökben. A kormány szerint ez is azt mutatja, hogy sosem volt ilyen erős a migrációs nyomás. Közben a határnál is óriási a mozgás, az elfogások mindennaposak. Móra halom és röszke között például videó is készült, amikor 26 migránshoz szemben intézkedtek a magyar rendőrök. Pénteken pedig 19 migránst fogtak el egy furgonban szombathelynél. A sofőr elmenekült, de a rendőrök a közeli Szántónál fogták. Az Észak-Macedón állampolgárságú férfi ellen embercsempészet miatt indult eljárás közben bevándorlók ezrei várnak arra, hogy a vajdaságból tovább utazzanak nyugat felé. Marokkóból jöttem, és Ausztriába szeretnék menni, mondta egy férfi a határszerbiai oldalán. A migránsok nem csak felborítják a helyiek életét, házakba törnek be, és ellopják a termést. Hát itt, itt rengeteg sátor van, rengeteg ember, naprú napru napra gyűnnek ide, úgyhogy csinálják a kárt nagyon. Egyre azoknak a száma, akik jogalap nélkül illetéktelenül tartózkodnak az Európai Unió területén. Változtatni kell az uniós bevándorlás politikán, mert az eddigi álláspont nem vált be. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az m 1 Bakondi György kiemelte, hogy tavaly 120 ezer illegális bevándorlót fogtak el itthon. Idén eddig ez a szám már meghaladta a 220 ezeret. Valóban szilárdítjuk azt a határőzetet, amit most ott folytatnak, és valóban az Európai Unió határától jóval távolabb lehetne megállítani azokat, akik a szervezet bűnözés segítségével, jogellenesen és nagyon gyakran erőszakosan próbálnak bejutni az Európai Unióba. A magyar kormány szerint 2015 óta a legsúlyosabb migrációs nyomással néz szembe Magyarország. Bakondi György megismételte a kormánynak azt az álláspontját, amely szerint az úgynevezett migrációs védvonalat délebbre kellene tolni. Jelenleg ugyanis Magyarország déli határa jelenti az unió külső határát. Vagyis a migránsok itt próbálnak meg átjutni az Európai Unióba, ezért itt a legnagyobb a migrációs nyomás. A terv azonban az, hogy ezt a külső védvonalat kitolják Szerbia és Észak-Macedónia határáig. Rekordszámú illegális határátlépést regisztráltak szeptemberben az Amerikai Egyesült Államok Mexikóval szomszédos határán, ami történelmi rekordra emelte az éves illegális migrációt, közölte az amerikai vámhatóság. A friss adatok szerint csak szeptemberben több mint 220 ezer illegális belépést észleltek, ami 12%-os növekedés augusztushoz képest. Történelmi rekordot mutat az éves adat is. Tavaly október eleje és idén szeptember vége között mintegy 2,4 millióan léptek be törvénytelenül az USA-ba, szemben az egy évvel korábbi 1,7 millióval. Repülőgép találtak a hatóságok Costa Rica partjainál. A feltételezések szerint a lezuhant gépen Rainer Schaller német vállalkozó és családja utazott. A magánrepülőgép Mexikóból Limonba tartott. Néhány perccel a leszállás előtt azonban eltűnt a radarokról. A keresési munkálatokat a rossz időjárási viszonyok miatt egy időre felfüggesztették. A gép fedélzetén öt német állampolgár utazott, köztük a fitness termeket üzemeltető Rainer Schaller élettársa és gyermekeik. A géppilotája a svájci állampolgár volt.